tetszik ez a zenei aláfestés egyébként, mármint amit te teszel a zenéhez hozzá. Na így már, már csak ez maradt. Üdvözlünk mindenkit, megérkeztünk az H2K G2 döntőjéhez. DJ Darcig. DJ Darcig. DJ Rengár Darcig, nem tudom, nagyon stílusos. DJ Rengár, az milyen király lenne? Gondold el, igazából a két fegyvere helyett ilyen lemezek lennének. És az nyomás. Tényleg, fagány. És akkor milyen zenét játszik, vagy nem tudom. Szeletelőt. Megy szeletelni. Oké, és... No, de a zenéből már halljuk, hogy a választási és tiltási fázisban vagyunk, ahol le is pörögtek a tiltások, és tükét csak úgy, mint az első mérkőzésen. Három darab dzsungeles tiltást hoz el, most már mondjuk azt, hogy akkor a csogát az dzsungelbe fog érkezni, bár kíváncsi vagyok, hogy jön-e még majd máshova is, amint nem a tiltó listán lesz. Tehát csogát, Zek, illetve Elise, másik oldalról pedig jön egy húzó isten, Thresh, Chase, illetve Sini Syndra. Ideje volt már a Syndra tiltásnak egyébként. Mm-hmm. Most már érezhette a G2, hogy ez a Fabian Syndra nem annyira adja, hogyha ellened van. Jankos, Seju. Brown ben van. Azt mondod, Brown, Seju kombó. A fagyos kombó, és jönne még egy S, jönne még egy Olaf top. Gyerekek, össze lehetne rakni a Fear Your D, nem tudom, ötöst. Jó, meg egy Lissandra Mead. Oké, Lissandra Mead, Olaf Top, Seju Dzsungel és Ash Braum alsó ösvény. Tökéletes. Nekem ez nagyon tetszene. Mondom én, hogy megjött a tél. Az idézek szurdokába. Újra itt a Braum Seju kombó. Ennyi. És hogyha a télről beszélünk, hát az Olafot azért mutatják. Ők is. Jól van, Perks is hasonlóan gondolkodik, mint én. Méti pedig egyébként kaphat egy jó Tamkencset. Áó, az fáj, hogy kimaradt a tiltó listáról. Hát nem volt már hely? Hát nem. Hát mit nem tiltasz ki? Ugye abból a három dzsungelesből. No, Febiben viszont én egy kicsit olyan úgy lettem, mintha ideges lenne, nem? Jánkosz már bele, illetve az H2K-ben belebukott ebbe a három dzsungeles tiltásba egyszer. Tehát... Viszont a Braum Seju még egy kis CC-vel megspékelve nagyon erős tud lenni. Na igen, csak hiába tartasz valakit 50 évig kábításból, hogyha Tamkencs kiviszi őt. Kivéve, ha az nem Tamkencs, de akkor meg a lövész folyamatosan tud téged lőni hátulról, vagy a mágus, tehát ez így veszélyes. Kogmo. Mondjuk ameddig a passzív pajzsa már mint Sejunak megvan, addig trick hordóinak lassítása, vagy Tamkencsnek a nyelvcsapása nem hat rá. Tehát azért egy lassítást már le tudsz szedni ezzel az egésszel, de időközben ugye Nuclearhez érkezett egy Kog'Maw, és ezzel a hőssel pedig már kétszer játszott, egyszer pedig már nyerni is tudott. Nem rossz. Kog'Maw-nak mostanában nem annyira megy egyébként, valahogy nem építenek annyira védekező kompozíciót, amivel meg lehet őt menteni. Eddig nem rossz. Nem rossz. Kérdés, jön-e például Febiven ellen egy Orianna tiltás, esetlegesen LeBlancot látjuk már Perks kezei közül elvette az éjstüke, illetve Ozamnétől pedig egy Gnárt. Gálió. Kérdéses. Talia. Gálióval jól lehet védeni a hátsó sort. Így van. Úgyhogy a G2-nak lehet érdemes letiltani. És Gálió szerintem bőven be tud jönni Braumra és Sejuanira egyaránt, hogyha ők kezdeményeznének, de itt inkább az Oriannát fosztják meg Febiventől, ugye ez volt a másik olyan hős, amit még így talán kivettünk volna, hogy azért Orianna is tudja védeni esetlegesen a kis Kog'Maw-t. Na de Nuclear mit hoz a társainak, ha már ő egy Kog'Maw-t kapott? Shen! Ha már védelmi kompozíció, és a Kog'Maw lőni szeretne évekig, akkor bizony a Shen is egy jó megoldás. 4-3-as Odoamne Shennel, tehát nem is véletlenül, hogy volt is tiltva ellene, ha jól emlékszem most már a mérkőzéseken. Uh-huh. Így viszont megmaradt a Shen felső ösvény, és ha őszintén akarok, teljesen elfelejtettem, hogy azon gondolkodtam, hogy mit lehetne hozni középső ösvényre, és akkor így Lulu, stb. De a Shen az valahogy kimaradt a gondolataimból. Perks viszont Cassiopeiázni fog, akivel a másik magabiztosságát mutatta meg a színrán kívül. Na és kit hozza a Cassiopeia ellen, ugye ki van tiltva Talia, ki van tiltva LeBlanc, illetve Orianna is. Egy mid Olafot, azt mondod? Hát láttunk már rá példát. Láttunk rá példát, csak akkor nem lenne varázssebzés konkrétan az H2K-be
egy fikarcnyi sem kb. Most jó, Kokmóban van egy pici, de... Korki? Jó, hatos szint után azért tudja piszkálni vissza Cassiopeiát, tehát addigra kéne, vagy addig kéne valahogy kitartania egy jó átoknyelő vásárlással, viszonylag korai vásárlással, de egyelőre Viktoron gondolkozik Febiben. Régen nagyon sokat viktorozott, amikor még a Viktor-Azir párharc volt a nagy, nagy meta, ha lehet így mondani, a középsősényen minden egyes mérkőzésen, ha nem voltak tiltva, akkor általában ők jöttek. Most viszont ilyen vissza-vissza téreget Viktor, de még mindig engem sajnos nem győz meg a Viktor. Hát pedig most szükségük lesz a sebzésére. Abszolút. Mert hogy Szedzsorán is Sen és Brown nem fognak sebezni, az majdnem biztos. De a kompozíció okos. Tehát ugye Viktorral lehet védeni Kogmót, csak nem ez lesz a dolga, hanem az, hogy lerobbantsa az arcát a G2 eSportsnak. Ha a Viktorral foglalkoznak, akkor Kogmó fog sebezni, ha a Kogmóval, akkor Viktor. Tehát meg kell osztani az első sorát a G2-nak, amire viszont van lehetősége a G2-nak. És olyan területi CC-i vannak az H2K-nek, hogy ha ezek közül a fele betalál, akkor vége. Persze ott van Braum, akinek szintén van területi CC, hogyha az ultiát nézzük. Ott van Viktor, akinek a kis mezeje, az bőven egy jó pozícionáló, illetve zónázó terület lehet. Ott van Sejuani, aki össze-vissza tud CC-zni mindenfélét, jobbra-balra kábít. Sajnálom, hogy a régi Gletscher Burton az annyira látványos volt. Az biztos. Tehát az nagyon-nagyon látványos volt. Ez is egy jó pofa képesség lett már, mint az átalakított ultia. Kicsit ilyen Lisandrássá vette a figurát, hogy egy embert azért szépen ki tud szedni, aztán ott van még egy jó kis lassítás. De hogyha megnézzük, Odaaminek is a felbőszítése is találhat több emberre. Emlékszünk még régen a régi Gletscher Burtonnel, amikor Unicorns of Love fanatik volt Oriannal meg Sejuani kombóval. Uh-huh. Ez az egy jó időszak volt. De most Orianna nincs, mivel hogy tiltva volt, Sejuani viszont van még az a Junkersnál. És hát nukleert védeni kell, csak sikerülhet-e? Ez lehet, hogy egy jó kérdés. Trick most elhozta megint Gragaszt, de most Kolosszussal. Az előző mérkőzésen nem Kolosszust hozott. Gragira, a Dagi Gragira. Ki is kaptak. Nem feltétlenül van párhuzam a kettő között, de ettől függetlenül tény. Tankosabb lesz most így, úgy gondolom, ez a Gragasz legalábbis adott esetben, amikor elérhető számára. Ezen képesség. Persze, mindig mosolyog. Megy egy kis BM, persze, jó a nyelvcsapási Mititől Csejre. De ezt még bőven visszafogja. Ó, nagyon. Felix folyamatosan ezt csinálja. Nézi is át egyébként Febiben, szerintem nem a csapattársaira nézett, vagy Jankos az élet, hogy figyelj, kiröhögött már megint az a Perks, gyere gyorsan, üssé rajta kettő. Itt vagy már. Ja. De egyébként nagyon érdekes Perksnek a személye, mert ő amennyire ilyen nagyszájú, meg kicsit ilyen, hát nem tudom el, most mondjam azt, hogy nagyképű, annyira pozitív kisugárzás, tehát mindig mosolyog, folyamatosan viccelődik, állandóan jó kedvűnek tűnik, nagyon ritka az, amikor Perksit szomorúnak látni. És ehhez képest még igazán olyan érzés, mint hogyha nem tudnál tudni, hogy most melyik az igazi Perks. Kettős életet él, azt mondod? Hát nem, csak az ellenfeleivel. Uh-huh. Kellemetlen, ezen kívül meg akivel éppen nem az ellenfele, az hanem. Mindkettő középsősön is egyébként megtisztulást hozott magának, talán érthető. Egyrészt az H2K-nek a borzalmas mennyiségű CC-re jó reagálás, jó választás lehet Perks-től, míg a másik oldalról Febiben is így gondolkodhat. Szép egyébként a csere Odoamnétól, nagyon jól használta képességeit, és azért Sennel bizonyám igenis lehet cserélni. Jó egyébként időközben a kulcsmesterség kihasználása is Odoamnénak. Jankos megy a Wörösszler hátjáért, hogy elhozhassa. Trick pedig a kék gólem erősítésen van. És a mély fagyasztással azért egyébként egész gyorsan lehet dzsungelezni, tehát ott az a kis bónusz sebzés. Igen, de ettől függetlenül sok sebzést teszik meg. Így van. Sejuani a dzsungelben, Trick. Egy őrszeme. Ajjajjaj, oda, ne pont előre ugrott. Jaj, de szép a villanás, kicsi a rakás és oldóám. Ne, halott. Krokodil eredel lett belőle.
Ez volt itt a Master Croc, vagy nem tudom, amit így X-Pact megmutatott. Kihúzták belőle az árnyékugrást, és ez volt igazából a végzete is Oda Amnénak. Azok amúgy királykártyák voltak. A Master Croc-osak? Uh-huh. Nem szeretted őket? De. Na de nézzük, Jánka, az második meccsében elért százalékait, illetve statisztikáit, elhozta ugyan a rálátást biztosító, illetve gyorságot biztosító sutyerákat, de Burks védi magát. Igen. Nem rossz a csere. Igen, és jöhetnek a fogak Perkstől. Mit ilyen, hogy kiszedje a villanás semmiventől, a megtisztulás sikerül is, de villanás benn marad. Viszont a megtisztulás hiányában még mindig trick. Jól rajta üthet ezen az ösvényen, hogyha egy jó kicsi alakással érkezik. Ugyan neki sincsen villanása, közben Jankos egyrészt elérhető a bónusz passzív pajzsa, másrészt pirosa is van. Ezt már egyébként láttuk. Csé megy előre. Milyen komoly feje van Jankosnak amúgy ilyen. Ja, az ásítás után nagyon-nagyon-nagyon bevágta a szigort. Rajta ütés. Na. Trik elment. Ellencsunkelezni egy kicsit. Igen, csak nem talált semmit. Viszont Jankos megint nem üt rajta. Viszont trikken igen. Na, Jankosnak ki kéne villannia onnan. Ezt meg is teszi. Ez triknek teljesen megérte. És így egyébként a G2 sokkal jobban kezdi a mérkőzést. Nem elég az, hogy az első gyilkosságot elhozták. De folyamatosan lehet büntetni Jankost. Ezt szerintem trikké lett egyébként. Én úgy láttam, hogy ő kapta ezt az aranymennyiséget. Jankost pedig a saját dzsungelében éli át a legrosszabb rémálmát, méghozzá azt, hogy semmit nem tud elhozni. En is veszi az irányt a krugok felé, feladja inkább a farkasokat, Oda Amné pedig érzi X-Pack szeretetét, aki villan. Oda Amnének ugye már nincs villanása, X-Packnek az nem hiszem, hogy elég lesz, és dehogy nem. Hát a pengés krokit nem szabad félváról venni, kedves Livius. Főleg úgy, hogy sok pengéje van, két hosszú kardja, meg egy dorán pengéje. Tehát, hogy azért... hát az... akkor egyiket így hozzávágtam, még egyet. Körülbelül. Még ezt szerintem még a markolatgombbal is fejbe tudta volna vágni Oda Amnét, akinek teleportja sincsen. Most ő nagyon sok tapasztalati pontot, illetve minion-t fog bukni emiatt. Elindult ugyan kifele az ösvényre, de ez kevés lehet. Mitire jó a kábítás, de a vastag bőr az megvédi őt. És nézd meg, mennyire defenzíven kell kezdenie Oda Amnénak. Kétszer ütöttek, vagy egyszer ütöttek rajta, egyszer pedig X-Pact leszólózta, és rögtön kettő darab lágyvértet kellett kényszerűségből vásárolnia, pedig milyen jó a tiamatos kezdés a seneken. Jó, de a Renekton ösvény az mindig is egy terror az ellenfélnek, tehát nagyon-nagyon erős az ösvényfázis a Renektonnak, cserébe pedig később azért veszít a sebzéséből. Perks pedig ismét nevet. Pontosabban Cassiopeia. Méti, az amegy. Nuklear is. Be akart állni mellé, hazatérni, csak mit így gyorsabb volt. A szuki lett volna egyébként, hogyha mindketten így egymás mellett mennek haza, és nem bántják egymást, tudod, ezért ilyet lehet. Köncse pedig ott van, Perkson gyűjtögeti a jelzőket, Nuklear pedig vámpír jogart tudott vásárolni, illetve kettő darab tört. Másik oldalozván pedig a Kane karddal rendelkezik. Perkson az ott nem talált. Hát ez tudja, hogy nem Európa legjobb végső képessége volt. Ezzel egyetértek, a mérkezés viszont most betalált Febivenre. És szép a méregpára is, itt van Jankos, villanása nincs ugye, az előbb kiszedte belőle Trick. Perks pedig tudja, hogy a bokor az nem a barátja. Ha nincs őrszem, akkor a bokor az egy ellenség. Oda Amné babám, kéne egy őrszemnőm. Minek? Hát Trick ide se jön. Na de most már kitette az őrszemet, ott is van. Igen. Méghozzá az egy... jó kis ellenőrző őrszem. Na, gyerünk! Jankos most vérszemet kapott. És érkezik is rá az egységben az erő. Mitinek villanása még van. Viszont a dupla fagyasztás ellen nincs könnyű dolga. A vastagbőr talán életben tartja addig, hogy eljusson a villanásig. Nem, a visszahúzás jó, de végül kiutatna Miti. A robbanékony hordó érkezik Tricktől. Viszont ez abszolút csak Miti megmentésére jött ki. Az H2K nem tud gyilkosságot elhozni. Nem elég, hogy a robbanékony hordó, még a gyógyítás is. Elhagyta Sven K
kezét. Nem, végül is erre mennyire akar fordulni ez a nagy kérdés. Sven itt van. Itt meg vagy. Tudja állítani egyedül Sven. Most Trick. Így bejött egy kicsi a rakással. Szép a lövés, egy robbanás kéne, a sújtás pedig korán jön ki. Így viszont az Einstuké hozza el a sárkányt. Trick körülbelül 30 életerővel korábban sújtott teleportod Amnitól a felső ösvényre. Kell is védeni kell azt a tornyot X-Pact közben. Ugye folyamatosan büntette. Nincs még 6-os szintű. Jankos. Nincs mana perc-nél. Mana nélkül pedig Cassiopeia, hát nem a legerősebb. Proxy farm közben. Teljesen érthető módon. Hát én értem, hogy Singer-et erősítették, de azért annyira nem, hogy reaktorként is így nyert vele. De, annyira, csak utána jött rá hotfix is. Így is valószínűleg nagyon erős. Na de nézzük is a visszajátszást. Ugye Mithy kapja egy első körben a mély fagyasztást, ezt követően pedig Brown passzívból felsztekkelt kábítást. Erre érkezett még Odvánné, és nagyon szép egyébként a sárkánynak az ellökése. Tehát egyrészt a sárkány is lökött, majd utána a robbanékony hordó is lökött. Mithy kivillant és Sven gyógyított. Teleport! X-Pact! Mizu Nuclear! Jött a kroki és darabokra tépett. És itt pedig végül ő kapja meg a gyilkosságot, Sven pedig Nuclear skalpját. És az előző visszajátszás nagyon jól láttam, Odvánné egy nagyon csúnya falat fejelt le. Mithy pedig viszi magával Tricket, Febi van azonnal megkapja a kifárasztást, majd újból jön a megtisztulás, káoszvihar. Mithy bajban lehet, hogy hordó egyenesen a Cassio végső képességbe, viszont nincs meg a gyilkosság, Febiben nem tudják megbüntetni. Mindkét idézői képességét kihasználta kedves Febiben, itt pedig ugye azt látszik, hogy a nuklír élete Chain nagyon előre tolja úgy az ösvényt, hogy Chainnek fél élet ereje van. Beleugrik konkrétan Nuclear védelmében a kettős kábításba, amit Trick oszt ki. Ezt követően pedig a gyilkosságokat megszerzik. Nem is véletlen, hogy ott hagyják az ösvényüket. Próbálják védeni ezeket a tornyokat, mind a kettő torony, mind a felső, mind az alsó ösvényen. Nagyon-nagyon kevés életerővel rendelkezik, tehát ez egy nagyon jó opció lehet bármelyik G2-snak, hogy torony előnyre is szert tegyenek a gyilkosság előnyökön kívül, illetve azon a 2000-es arany előnyön, ami azért a 10. perc, 11. percben nem rossz. X-Pact tart vissza a felső ösvényre, ahol már ugye az ösvény cserével fog találkozni. Odvámné viszont szembe kell nézzen Sven és Mithy párosával, ami nem lesz könnyű neki. Nagyon nem. Tehát... Ott dőlnie kéne annak a taranynak most. Igen, konkrétan nincs segítség. Mert a felső ösvényen van a buli, és odaám hiába bírja egy darabig, az nem elég. Ó, X-Pact! Jön a kábítás, Nuclear próbál sebezni. De X-Pact viszont bírja, ellentétben odaámnével. A torony, méghozzá az első, a G2 tulajdonát illeti. Hoppá! X-Pack pedig visszajön, megnézi, onnan te semmiképpen se üs rajtam. Jank azt mondja, ezt így le is robbantja. Aki pont odaért egyébként. Aha. És az első torony meg is van. Nem nagyon tud most jelen esetben reagálni az H2K, pedig ők nagyon szerették volna ezt a felsősvényes tornyot elhozni. De jó volt X-Pack játéka, legyőzhetetlenség, majd utána még a torony alatt tudta kábítani. Az igen. Az igen, Perks egy elegáns villanással, megtisztulással jutott ki onnan. És még azelőtt, hogy még hátranézett egy kővédelmeztésre, egy gyönyörű volt. Uh-huh. Így kell távozni. Tökéletesen. Na, ez olyan Perks-ös volt. Ezt akartam mondani. Ez Perks-ös volt. Ezt a Perks-t vártuk. Ezt a Perks-t szerették meg a G2 rajongók. Aki még tavaly fiatalként érkezett ide, Rookie of the Split volt. Nagyon-nagyon ügyes játékos, és ez egy rettentő mód, gyönyörű melekülés volt. Két ember tudott kővédermeszteni, csábos tekintetével, Cassiopeia, és ugye a megtisztulás villanás kombóval pedig túlélte a rá érkező Sejuani Viktor minden kombót, tő évekig állt volna a CC-be, hogyha ezt nem csinálja. Nem kell őt félteni. Voltak már érdekes húzásai, például amikor Capsen-en egyviegyezik, azok mindig jó kis outplay-es ösvények szoktak lenni. Azaz. De Felülent se kell félteni, ugye Felülentnek volt az a beceneve, hogy a srác, aki lejvégizte Fakert. Igen, de akkor volt egyébként akkor egy
azt hiszem Inter Extreme Masters, amikor fel is adta a Fnatic a SKT elleni mérkőzést. Nem, hát igen, az... Szóval azért... De az 2-2 lett utána. Nem, az MSI volt. Az, ja, vagy az... MSI volt. MSI-on adták föl? Nem, nem, ott lett 2-2, és igen. Utána 3-2 nyerte az SKT. Igen, 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 igen. De utána volt egy IEM, amikor az feladta lehet. A Fnatic, és így néztük, hogy mi van. Profi mérkőzést feladni. Miért a világbajnokságon is 2015-ben a Fnatic játszott az első mérkőzést? Meg nem. Perks! Na, hát ez most nem volt olyan jó, mint az előző. Tehát a Fnatic játszott az első mérkőzést, már meg nem mondom ki ellen, de feladták, emlékszem, a legelsőt, a VB nyitót. Nem a Fnatic, az ellenfél. Második torony, amit ugye beszéltünk, hogy ez a két szélső ösvényen lévő torony remek célpont lehet. Főleg egy Caitlynnek, aki mind a torony sebzésben, mind a torony védésben nagyon jó lehet, főleg a csapdák miatt. Miközben elkezdi a G2 a hírnököt. Nem is sok életerő maradt már. Hát abban nem hiszem, hogy bele tudsz szólni az H2-ki. A robbanékony hordó teljesen vakon megy ki. Jankos még a közelben sem volt, de meg sem próbál beugrani. Inkább átadják a G2-nak. Azt pedig megkapja Mitty. Hol fogja majd kihasználni a Robikát? Kedves Robertet? Így van. Ó, Robert. Láttad volna az arcát, amikor megtudta, hogy így hívjuk? Igen? Aha. Jó, na, most komolyan így hívjátok? Igen, azt hiszem, hát csak szórakozol. Mint egy bika, ugye úgy ront neki, és akkor már legyen Robika. Tehát, igen, igen. Jó, ezt azt megnéztem volna, igen. Határozottan értékelte, hogy elneveztünk róla valamit. Nem feltétlenül róla, hát csak neki ki kellett ábrándítanom, igen. Névrokon maradjunk annyiban, illetve innen is üdvözlünk minden kedves a Robertot, aki néz minket. Mondtam neki, hogy gyere Robi, akkor igen, mondom, jó, engedjük el. No! Nézzük meg azt, hogy semmit nem lehet az H2K. Nulla, jóformán. Hát, azt látták, hogy a sutyarákat valaki öli. De még azt tudták, hogy ki, itt pedig egy óceán sárkány a G2-hoz. Csak elhozták végül. Kb. 10 perccel az első harc után érte. Így van. De nem az H2-ki hozzá, hanem a G2. Hát az H2-ki még elhozta azt a sárkányt, de szerintem egyébként ott túlvállalták azt az egész sárkányen az utat, mert akkor kapott nuklír és cseje egy teleportos rajtaütést. Tehát hogyha ott nem elrajtetik rommá azt a sárkányt. Na igen. Akkor valószínűleg nem biztos, hogy megkapják azt a gyilkosságot. Mélységi merüléssel érkezik Mitty, illetve ezben a középső ösvényre. Hoho! Érdekes volt ez a Gletscher börtön Jankostól. Arra mindenképpen jó volt, hogy időt adott Febivennek leszednie a Minion hullámot. Igen, arra jó volt, de a tornyot így is le fogja szedni a G2. Hát Perks is zónázásra használja a végső képességét. Torony dől. A szurdok hírnöke pedig megtette a kötelezőt. Még egy picit. Jó, csak picit. Picit sebzett abba, de már elindult. Határtalan penge pedig Zvenen, ami elkészült, nem sokára a következő tárgy is meg lesz nála. Pont nem látja egyébként a G2, hogy Jankos leszedi azt a pirosat. Meg is van, sújtott érte, de csak azért, mert így haza fog menni, és vásárol magának egy kis tankosságot, illetve egy fejlesztett cipellőt. Méghozzá a tolvaj surranó fajtából. Ez talán érthető, hogyha azt nézzük, hogy Zven mindenképpen erős lesz, és azért X-Pack-nek is van még sebzése. Bőven. Letaszajtott király kardját fogja majd a másodikként befejezni. Egyre gyakoribb egyébként Renektonokon ez a tárgy. Igen. Annó egy-két ember, egy-két profi vásárolta meg, most már egyre többen. Igen, folyamatosan felváltja a tiamatos választásokat. De mondjuk Renektonok nem is biztos, hogy feltétlenül kell, azért elég jó ösvintolási potenciál van benne. És a 18. percben járunk, és kicsit az első meccsre emlékeztet ez a mérkőzés engem egyelőre. Az előző az itt már azt hiszem, hogy 20 gyilkosság volt, most pedig 5. Összességében igen, nagyon sok gyilkosság volt az előző meccsen, mondjuk ott az H2K tudott rettentően megindulni. Amire reagálni a G2 módjával tudott csak. És ez is egyébként jó, mármint hogy Jankos így átvetődik falon, rá pedig Csé érkezik, tehát ketten tudnak falokon át ívelgetni, átmenni. Miközben
szeretné az első tornyát megszerezni az Age 2K. A Tricknek lesz némi szava ehhez. Nem is marad itt senki. Kettes szint, mármint hogy a torony, kettes szintű toronyra pedig Xpect vetett szemet. Na, kedves Búci, hogy tetszik neked a 7.14? Egyelőre tetszik, mármint olyan szinten, hogy ugye 13-14 ez egy jó két kis olyan patch volt, ami picit megkavarta azért a metát. Uh-huh. Hát ez elég egyelőre komolytalannak tűnik gyilkosság szempontjából. Na, a Jankos érkezésével már fele annyira sem. Sát, ráadásul jön oda az egységben az erővel, viszont nem lehet őt sem elkapni. Perks próbálta a végső képességével, viszont időben folytott hátat ennek az egész szituációnak. A robbanékony hordó szétdobja az H2-t. Gyilkosság nincs. Az H2-i oldaláról szerencsétlen volt az, hogy Perks-ot találta el a Gretcher Burton. Ha mit itt találja el, valószínűleg... Igen, ugye megtisztulás miatt, mert rögtön kijött belőle. Ha mit itt találja el, akkor ott lehet, hogy elhoznak egy Tamkens gyilkosságot. Abba benne volt a pakliba. Viszont így, hogy jóformán egy másodpercig sem, sőt, tized másodpercig sem állt Perks abban a kábításban, nem nagyon lehetett fordulni. Nem úgy, mint a G2-nak, megint egy olyan jó kis Tamkens mélységi merüléssel ketteszint toronyra fordul, négy ember, nincs minion, így nehéz lesz a tornyot dönteni, főleg úgy, hogy Csei is megérkezett. Febbi ennek azért pedig minion takarító képessége már van. Nézd meg, ott van már a ragyogás, felfejlesztett hextek, agy. Félhalcsapás. Az lesz. Na szóval érdekes ez a 7.14, mert én azt vártam, hogy abszolút a halálosságos lövészek fognak dominálni. De igazából a profiknál megszoktuk azt, hogy kell egy kis idő, én egy-két nap. Vagy hét. Vagy hét, amíg beállnak az új rendszer. Tehát érkeznek már a csogátok, jönnek már a Kane-nek, látszódik a változás, volt Kha'Zix-unk is ugye Pride Stalkernél. Uh-huh. De majd szerintem olyan szombat magasságára lesz az igazi nagy váltás, amikor már Jhinnek fognak az alsó és ugye lövöldözni, Caitlyn maradhat. Úgy gondolom, hogy még mindig benne van a potenciálban, és ami egyébként érdekes, hogy hogyan alakul majd ki a meta Kane érkezésével. Uh-huh. Nem tudom, most egyelőre nincsen full tiltó listán. Kane? Uh-huh. Abszolút nincs. Még nem is tudtak eleget gyakorolni vele ahhoz, hogy effektív legyen. Szerintem se egyrészt, másrészt meg neki mindenképpen kellene pár olyan jó rajtaütési és gyilkosság a játék korai szakaszában, amikor viszonylag korán, hogyha Jungába jön, és azért oda is teljes mértékben érthető, hogyha jön ugye a kasza suhintással, azért neki van bónusz sebzése a szörnyek ellen, Q betűjével. Szóval, hogyha Jungába jön, akkor szerintem neki kéne egy viszonylag erős early game. Uh-huh. Mert egyrészt tök jó lenne, hogyha viszonylag gyorsan tankos formába át tudna alakulni, mármint a Darkinbe. És amint az megvan, akkor viszont már szerintem tud dominálni. Illetve nehéz megölni is a folyamatos gyógyítások miatt. Sok szempontból kell elemezni a szituációt, tehát nem csak arról van szó, hogy a Kane-nek a játékmechanikáját nem feltétlenül szokja meg adott játékos, hanem hogy még nem biztos, hogy érzik, hogy milyen kompozíciót kéne építeni egy új karakter köré. Aha. Tehát amikor Camille megérkezett, akkor is láttunk egy-két szerencsétlen próbálkozást, aztán jött a Camille támogató, stb. Tehát inkább ez az, amit miatt szerintem várat még magára a változás. Adán pedig egyedül nem nagyon tudja megvédeni ezt. Finoman fogalmaztál. Nem, hogy a saját életét nem tudja megvédeni. És jó, bement felbőszíteni Xpectet, miközben ott volt Perks, és egyszerűen csak kővéig dermesztette. Hát igazából lehet, hogy Xpect meg Perks jobban vannak, mert Perks az annyira ideges lett attól, hogy Xpectet felbőszítették, hogy szétszedte Odoamnét azonnal. Na majd most Jankosra érkezik a kezdeményezés. Aki azonnal megfogja Perks-ot a Gletscher Burtonnel, ez viszont nem menti meg az életét. Kikapnak egy-egy embert a G2-sok. Tök jó, mert egyébként erre is alkalmas a kompozíciójuk, meg arra is, hogy csapat harcoljanak. Na igen. Mitty pedig ment mindenkit Tamkencsel. Ez ilyen G2 szépen lassan bedarálja a bázist. Kompozíció. Abszolút. Hát érdekes lesz. És a mélységi merülése még mindig Mitty középső ösvényen ott marad, és bármikor érkezik egy-két emberrel, ho-ho-ho-ho, trick lehet bajban. Nem, dehogyis.
Csak vicceltem. Majdnem sikerült bevételned, de csak azért sem vettem át a szót. Jó, tudom. És ismerem már a Huncut kis húzásaidat. De ez Mitinek a Huncut kis húzásai, nem az enyémek. Hát Miti az, aki folyamatosan, ha bekapja a társait, aztán utána menti őket jobbra-balra. Visszajátszás, mi is történt szegény Jenkosszal? Hát összezárták, maradjunk annyiba, de ő az, aki agresszív, menne előre. Utána még BML is egy kicsit. Igen. Meg is érdemelte ezt. Úgyhogy innentől kezdve bőven megérdemli. Nézd meg, ott van Miti, jön Sven, ledolgozza egy kis hálóvetővel a távolságot. Ez most egy... Hát igen, ugye a karma. Mármint nem a támogató játékos karma, hanem amikor visszaüt a dolog. Kedves egészség. És igaz, mert Darci rá tüsszentett. Milyen aranyos, amikor a cicák tüsszentenek, nem? Az ilyen kis... A cicáknak tudod, mi a legaranyosabb dolgok? Az érdes kis nyelvük. Nem cugi. Nem tudom. Téged nem nyalogatott meg cica a kis ujjadon, vagy nem Darcy, tudom? Darcy, gyere ide egy kicsit nézni. Senki is nagyon kis... Erről kéne valami videót csinálni, gyerekek, várjál, de közben meccs van. Ja, nem. Okay, ütötte. Az jó. Az más. Mikor a legutóbb Darcykot felbőszítettem, 2 hétig fájt a vállam, úgyhogy inkább csöndben maradok. Szerintem. De egyébként igen, tényleg aranyosak. Főleg, amikor még egy kis picik, tudod. Kis gombóc. Miti találkozik, közben sújtáspárból sújtott Jenkosz. Kettőszínű toronyra pedig Perk szeretne kimozdulni. Igen, csak hogy megkapja a harapós fagyot, viszont gyönyörű volt a végső képesség. Így elég sokan kővédermettek körülötte. De az a tornyot is szépen lassan, mint a középsősvényen el fogja hozni a G2, amint megvannak ezek a tornyok, lehet fordulni Hedgesárkányra, lehet fordulni Baronnasorra, amint ki tudják kapni Jenkoszt. Jenkosz egyébként már vásárolt egy lovagi esküt, akivel kit valószínűleg nuklíra pakolt rá, mármint annak a védelmi aktív funkcióját. Aki nem mondanám már, mint Kogmóval, hogy olyan brutális, nem, Febivent védi. Igen. Akkor majd Csej fog venni valószínűleg magának még egyet, és akkor ő fogja védeni Nukliot. Nuklinak egyébként kéne egy őrönnyel szerintem. Vagy egy higanysém övlasacskán. Valamelyik védelem, az kéne, igen. Mert fájni fog a G2 nagyon. Tehát oké, hogy csak hadgyilkosság van a G2-nál, csak idézőjelben. Oho, menne előre egyébként Jenkosz. Igen, és akkor Lecsei szakadékkal elkapja Tricket, aki viszont nem a párhuzamos valóságba ragad bele. X-Pack jön hátulra zónázni a sorokat, viszont a Lecsei szakadék nem talál nagyjából senkire. Jó a kábítás Trickre. Tricket be kéne fejezni, Uklinek sikerül, megjön Perks. X-Packet kéne sebezni, viszont kettős gyilkosság már Svenen, és mehet előre a G2, ameddig akar. Odoamné semmit nem bír a sebzésből. Hármas gyilkosság Svenen, Nuclear pedig, amikor meghal a kompozíció körülötted, akkor egyedül nem hozod le Kogmóval a lövés. Nem hagyja Perks meg Svennek. Így is megvan a gyilkosság, de Perks eltulajdonítja a kvadrát. Elbizony, pedig ez egy Sven kvadra lett volna, mert ugye ki is ment a halálpontos fejlővés az ulti a Svennek, de a mérgezés elvitte magával valószínűleg. Hát ilyen ez a kígyó méreg. Miközben ebből egy baronnasard lesz Cassiopeiával, illetve egy Caitlynnel, kvázi két lövészről beszélhetünk, hogyha csak a méregfogokat nézzük. Nagyon gyorsan el tudják ezt hozni. De nézzük a visszajátszást. Jenkosznak talán ugyan az első képességűt lassítani nem lehet, viszont a feldobás nem jó. Csak a Gletscher börtön, amiből meg ki tud jönni Trick. Odoamnit kényszerítik nagyon rossz helyzetbe, hátulról pedig érkezik már X-Pact, akit mentett természetesen Miti. Perks beugrik, gyönyörű szép a területi sebzése, és nézd meg, folyamatosan tudott mindenkit sebezni a méregfogaknak köszönhetően. Perks és Miti pedig konkrétan gondolta, aha, ott. Itt. Nem, akkor egy méregfoggal hozta ezt el. Ezt megadhatta volna egyébként. Mármint, hogyha azt a méregfogat nem küldi bele, meg alaptámadást, meg ilyeneket. De véletlen volt, biztos. Legalább annyira, mint 2015-ben a VB-n, amikor Yellowstar elvitte a Reklesznek a pentáját. Megvan az, amikor követte a Kennen, és oda ugrott, hogy azonnal beledobjon a kezdőre még egy harapós fagyot a Brown-mal.
De egyébként ezek szép pillanatok, tehát évek múltán már csak nevetnek rajta a játékosok. Ott meg lehet, valószínűleg bent ilyenkor a TS-en is, tehát persze, nagyon sok olyan igen, van, igen, hogy így, igen. Jaj, ne, bocsi, nem tudom. Baronnasra erősítés a G2-nál, amivel igazából minimum egy ösvényen meg kéne nyitnia az H2K bázisát. Erre minden lehetősége meg is van. Két emberes kicsi rakással válaszol Jankos kezdeményezésére. Trick, felső ösvényen egy kettőszínű torony már dölt, alsó ösvényen pillanatok kérdése, ezt Nuklir és Csé nem tudja megvédeni ketten. Biztos vagyok benne. Jó, az a statikus kétlin. Igen. Statikus, gyors tüzelő, ágyós kétlin. A szokásos mostanság ugye, amióta megváltoztatták a Huriként, azóta ezt hozzák. Nézzen sem cselekszik másképp. Akinek egyébként már 300 farmja van és 4 gyilkossága. Bőven van ott sebzés, támként sem pedig higany sejmöv. És tankosság is azért már egy picit, illetve bónusz gyógyítást fog kapni. Ez mindenképpen jó lesz majd csapatának, illetve neki is. Ostrom. Ostrom bizony, nem is rossz. Ugye pakolja már ki Sven a csapdákat, illetve Perks is a pára felhővel tud zónázni. Nehezen fogy az életre ennek a toronynak. Hát nem nagyon, nem, nincsen nagyon minion. Igen, inkább csak nehéz volt lesz. Minion, csak letakarította az H2K konkrétan. Jó, hát abban jó Febivel Nuclear is, hogy egy-egy minion hullámot könnyedén letakarítson. Na most meg lesz a torony. De most pontosan meg is lesz. És Csej beleved egy kicsit, de Sven ledönti a tornyot. Robbanékony hordó nem rossz Braumra, de nem biztos, hogy ő volt a célpont. Csej egyszerűen csak visszaugrott. Hát pedig most már az inhibitornál folytatódik ugyanaz a játék, ami előbb még a toronyért ment. Csiki-csuki, le kéne dönteni az inhibitort, amire bőven megvan Svennek minden esélye. Perks a célpontja az H2K-nek. De őt nem lehet büntetni, az pedig egy végső képesség volt, ami senkit nem talált el. De Jankost azért letakarította konkrétan a pályáról. Perks így dzsungeles nélkül marad az H2K. Villanni kell Febivennek, aki nagyon nagy bajban van, mert a nyakában van egy Renekton, aki le is szedi az egész életét. X-Pack dominál és szét is szedte az H2K középső ösvényesét, és lehet, hogy a mérkőzést jelenti? Itt van Sven, van nála még 3 minion, szeretne hozni legalább egy Nexus-t védő tornyot, Nuclear az, aki éri, illetve Odoamné és természetesen Chey, de ők nem biztos, hogy a legjobb és legeffektívebb védelmet tudnak kihozni. Alsó ösvényen a következő hullámon már valószínűleg jönnek a szuper minionok, de nem biztos, hogy tart addig a mérkőzés, bár attól függetlenül Jankos élet, de nem tudják igazából. Femében viszont nem, jön a robbanékony hordó. Az H2K utolsó dobása, hogy elhoznak bármit is, ez egyelőre nem sikerült túl jól, mert Sej már meghal, Nuclear sem bírja tovább. Ez pedig a mérkőzést fogja jelenteni. Hiába próbált meg mindent az H2K itt a végén. Végül el fogja tudni hozni a G2 ezt a mérkőzést. Közben megjön Febiven, de X-Pact nagyon sok sebzést tud megenni, és nagyon sokat hoz ki saját magából. Nem is a Nexus-t ütik, még az H2K-t szeretnék egy kicsit büntetni. Jó a Gletscher börtön egyébként, Febiven nem. Megvan a Nexus, ledölt, és ezzel az H2K egy pontot hozott. Megvédte a pozícióját a Rockettel szemben, akik szintén győzni tudtak. A G2. Igen, G2, bocsánat. Az H2K tényleg hozott egy pontot, mármint legalábbis egy mérkőzést hozott. Pontot nem. De végül igenis pontot nem. Ez viszont a Unicorns of Love szurkolóknak jó hír, jó hír, ha lehet ezt így mondani. Unicorns of Love még fog játszani egy mérkőzést szombaton a Fnatic-kel szembe. Nagyon-nagyon nehéz mérkőzésük lesz. Az biztos. Sokkal nehezebb, mint ma a Rocket ellen volt. Figyelj, a Rocket is megverte a Fnatic-et, szóval... Itt a Rocket a Fnatic-et is megverte, tehát... Jó, csak valószínűleg ezt, ahogy ti is, meg mi is kiemeltük, ezt a mérkőzést kellett volna biztos győzelemre hozni, és akkor szombatra érkezni, hogy akkor egy nagy összecsapás a Fnatic-kel szemben. Viszont itt ne vegyük el a G2-tól az érdemet. Az első meccsen egy kiki mérkőzés volt, rettentő szoros összecsapás, nagyon kevés gyilkossággal, és folyamatos reakciókkal és válaszokkal. Ezt követte egy... meglepően magabiztos G2, H2K mérkőzés.
hihetetlenül gyors, hihetetlenül jó kompozícióval, illetve egy nagyon-nagyon jól működő csogáttal. Uh-huh. Ezt követően pedig, minthogyha az lett volna az H2K-nek a max, amit így ki tud adni magából a második mérkőzést. Hát mert kell a csogát, vagy besztünk. Értem, csak hogy ettől függetlenül nem hinném, hogy, hogy ilyenkor egyhősös valaki lenne. Ez, hogy nem. De egyszerűen nekem most úgy tűnt ezen a mérkőzésen, hogy az H2K, mint hogyha elfáradt volna egy picit, vagy már nem tudtak. Tehát, hogy felkapcsoltak 3-asból 4-esbe, vagy 4-esből 5-ösbe a második meccsen, hogy pff, most akkor menjünk, és hozzuk el, meg ilyenek. És mint hogyha már nem lett volna további fokozat, amire tudtak volna kapcsolni erre a mérkőzésre. Nem. A G2 viszont felváltott még egy fokozatot, és konkrétan megverte az H2K-t, és erre nem mondanám egyébként, hogy kétes ilyes mérkőzés volt, mert nem volt az. Ez nem egy olyan lassú, de biztos győzelem volt a G2-nak. Nagyjából az H2K-nek olyan komoly hívásai nem is feltétlenül voltak szerintem. Pedig nem volt rossz egyébként megint csak a kompozíció, hogyha azt nézzük, de egyszerűen például Odoannét rommá büntették a felső ösvényen, és az, hogy mind az alsó ösvényen, mind a felső ösvényen már egy makró előnyt tudtak kihasználni azzal, hogy kétszer rajta ütöttek Odoannét, ő le kellett, hogy jöjjön az ultival a sárkány. Igazából majd, hogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy az a sárkány hívás hozta le. Mármint az, hogy ott az H2K rettentő mód erőltette azt a sárkányt, nagyon sok mindent veszítettek, hogy ők azt elhozták azt a sárkányt, felsősvényes torony 80%-át az életének, és az alsősvényre tudott érkezni így expect teleportalott. Két gyilkosságot hoztak el, plusz még a tornyot szintén majdnem, tehát hogy ott az, és az mind a sárkánynak a valamilyen szintű következménye volt, hogy ott nagyon-nagyon erőltették azt az óceán sárkány elhozatalt. Ugye nem volt villanása onnantól kezdve. Oda emlének. Tehát ott egyértelműen elpozícionálta magát ott az H2K stratégiailag, de azért egy kicsit túlzás az, hogy ott veszítették volna már a meccset. Csak hogy ott nagyon sok olyan kihatás volt jövőre, ami így hiányzott. Hiányzott, hát az bedöntöttek egy dominót, ami végignyomta az egész sort konkrétan. Így viszont a G2, mint a kezdene magához térni. És akkor itt lehetséges, hogy tényleg lesz egy elég komoly G2 csapatunk, még így a rájátszásokra majd. Lehet mindenkinek egyébként szerintem egy-két hét, vagy egy-két olyan időpont, amikor nem feltétlen megy úgy a játék, mert mindenkinek vannak olyan napok, olyan hetek, amikor picit rosszabb a teljesítménye, de ettől függetlenül azért az a 6 csapat, aki bejut a rájátszásba, az szerencsére azt mondhatja, hogy ez volt az alapszakasz, köszönöm szépen, tök mindegy milyen, kvázi tök mindegy, persze, de hogy persze az első helyzetek az mindig jó, de végül is mindegy, hogy én ott hogy teljesítettem, mert igenis a rájátszásban tiszta lappal indulok, és azt tudom mondani, hogy ha a rájátszásban a B5-ökben jó vagyok, akkor igazából határ tényleg a csillagosség, illetve a világbajnokság. Ne felejtsük el, hogy nyáron ugye az első helyzet automatikusan kvalifikálja magát, tök mindegy, hogy benn volt-e tavasszal a rájátszásban, vagy nem. Ugye a második hely pedig ugyanúgy kapja a 90, a harmadik a 70, tehát arra is akar a pontokat. Azért ne becsüld le a Rocketet sem, tavasszal is majdnem megviccelték a Fnaticet. Nagyon kevésen múlt, hogy... Tehát az tényleg egy nekem, nagy hajszálon. Nekem ez jutott eszembe, viccen kívül nekem is ez jutott eszembe, hogy a... Mondanám azt, hogy a múlt héten már, de hát a múlt héten pont, hogy elég rosszul teljesítettek, mert azért az MM-et meg kellett volna verniük, vagy legalábbis az nekik egy kötelező győzelemnek kellett volna történjen. Viszont ma pont ezen gondolkodtam, hogy ha most nyer a G2, nyer a Unicorns of Love ellen a Rocket, húha, mi lesz, most indul meg megint kicsit nagy késésbe, hogy itt vagyunk a 7.-8. héten, vagy a 7. Uh-huh. héten, és akkor na most induljunk be, van még 4 hetünk, de igazából megint csak úgy nagyjából tudjuk súrolni azt a küszöböt, amit, vagy azt a lécet, amit meg kell ugrani ahhoz, hogy bejusson valaki a rájátszásba, de időközben expert lett a Szíria embere. Ez a Renekton, ez egyébként így korrekt ez volt. Ez nagyon abszolút erős Renekton volt, tehát nagyon sok idő kellett volna meg az H2K-hez, hogy ne legyen releváns expertnek a jelenléte a hátsó sorban. Egyszerűen nagyon durván megnyerte az ösvényt, és oda olyan szinten büntetve volt, hogy nem tudott mit csinálni ezzel a Shen-nel. Ez a kompozíció még mindig nem feltétlenül a legjobb. Abszolút. Illetve lehet, hogy a Kogmó helyett valami mást kell hozni. Kogmó megint nem tudta megmutatni azt, hogy ő miért ilyen. De már hetek óta nem tudja egyébként. Így van. De hát azért Kogmó helyett is lehet volna más hősöket behozni, de átadjuk a szót nem másnak, mint Svennek.
Zsitu lövészének, utána pedig el fogunk köszönni, visszaadjuk az angol kommentátornak, az elemzőasztalnak a szót, úgyhogy mi mára köszönjük a megtisztelő megtekintést, illetve hallgatást, holnap jövünk ugyanúgy. 5 órától. És aztán az amerikai LCS-szel, ugye szokásos éjféli kezdés, nem menjetek sehová, Svenné a szó.